Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink! Köszöntöm az akadémia rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait, a nem akadémikus közgyűlési képviselőket, üdvözlöm a meghívott vendégeket a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén, melynek ünnepi ülését ezennel megnyitom. Hagyományosan először szomorú kötelességünknek teszünk eleget, amikor megemlékezünk azokról az akadémikus társainkról, akik idei közgyűlésünkön már nem lehetnek jelen. Bejelentem, hogy az elmúlt évi májusi közgyűlés óta az akadémia rendes tagjai közül elhunytak Alföldi Lajos, Antus Sándor, Fehér M. István, Fülöp Ferenc, Gál Sándor, Király Tibor, Király Zoltán, Kornai János, Marosi Ernő, Nemesz Ernő, Vámos Tibor. Az akadémia levelező tagjai közül elhunyt Kara György, az akadémia külső tagjai közül elhunyt Benkő Samu, Csíkszentmihályi Mihály, Horváth István Tamás, Kónya Kálmán, Nagytóth Ferenc, Paunc Rezső, Tassonyi Edömér. Az akadémia tiszteleti tagjai közül elhunytak Antoine Bailey, Luciano Cagliotti, Igor Zialoszki, Vitali Ivanovics Nikolajcsuk, Andrej Schnitzel, Vánki Kálmán, Hildeubert Wagner, Thomas Alexander Waldman. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy egy perces felállással adózzunk emléküknek. Köszönöm szépen. Tisztelt ünnepi ülés, bejelentem, hogy a mai ülésünk levezető elnökéül Hudec Ferenc alelnök urat kérem fel. Tisztelt közgyűlés, köszöntöm a közgyűlés résztvevőit, minden meghívottat, minden tagot, mindenki, aki a teremben, termekben jelen van. Ezennel felkérem Fraj Tamás elnök urat, hogy tartsa meg köszöntőjét.
Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink, barátaink! Amikor elnöki dolgozószobám íróasztalánál ülve számítógépem képernyőjéről felpillantok, tekintetem Eötvös Józsefével, a Magyar Tudományos Akadémia harmadik elnökéjével találkozik, akit Madarász Viktor írószerszám papírtekercsek könyvek között festett meg. A képen látható óra ma is ott áll az elnöki dolgozószobában, a mindenkori elnököt figyelmezteti a magyar nemzet és tudománya szolgálatában töltött kivételes, de véges időre. Ugyanakkor szigorú tekintete emlékeztet számos bölcs megállapítására, amelyekből ma is sokat tanulhatunk. Ő írja, a tudomány magasan áll küzdelmeink fölött, s ki egész életét ennek szentelheti, azt méltán boldognak nevezhetjük. Mi, akik itt ma összegyűltünk, hogy visszatekintsünk akadémiánk a hazai tudományosság egy évére, és meghallgassuk egy lenyűgöző életútú, méltán világhírű, magyar gyökerekkel rendelkező tudóstársunk előadását, bizonyosan egyetértünk Eötvössel. Abban különösen, hogy a tudomány művelése nem pusztán hasznosítható ismereteket generál, vagy a mások fölé kerekedés lehetőségét adja, hanem elsősorban élmény és örömforrás, ami az egyéni kiteljesedés mellett a közösségteremtés nagyszerű lehetőségét is kínálja. Széchenyi Istvánt akadémiák alapításánál az a meggyőződés vezette, hogy nemzetünknek jövője csak szellemi egyéniségének fenntartása és fejlesztése által biztosítható. Ehhez fűzi hozzá Eötvös József, azon állás is, melyet egyes államok egymás irányában elfoglalnak, inkább azon előnyöknek következése, melyeket nekik szellemi fejlődésük biztosít, mint azoknak, melyeket a természetnek köszönnek. Ugyanakkor volt elnökünk arra is figyelmeztet bennünket, hogy a cél, mely akadémiánknak kitűzetett, nem tisztán nemzeti. Hivatása, hogy a közös munkában részt vegyen, mellyel az emberiség az ismeret útján a boldogság után törekszik. Sok tudóstársunkhoz hasonlóan Eötvös is felteszi a kérdést, vajon az akadémia akkor felele meg inkább hivatásának, ha tisztán a tudományt tűzi ki céljának, vagy akkor, ha a tudomány csak eszköznek tekintve, kizárólag a nemzet érdekeit tartja szem előtt. Rögtön meg is adja rá a választ, miután nemzetünk állását a jelenben, emelkedését a jövőben csak úgy biztosíthatjuk, ha a tudomány körében is mentül magasabbra emelkedünk, a két különböző kiindulási pont egy célhoz vezet. Ma már szinte minden gyermek tudja, hogy tudományos felfedezések adják mindazoknak a javaknak az alapját, amelyeket azután a szüleik megvásárolnak nekik, és amelyek szakadatlan változásban, mozgásban meghatározzák életüket a születéstől a halálig. A társadalom érti, hogy kényelme, egészsége, biztonsága függ attól, hogy milyen gyors az út a laboratóriumtól a gyártásig, vagy a gyártástól a fogyasztóig. Aztán azt talán még nem tudják elegen, hogy a termékek és szolgáltatások mellett a tudás, a szemlélet, a bölcsesség is be kell, hogy járjon egy hasonló utat a tudás létrehozójától, termelőjétől, az alkalmazójáig, aki nem mindig puszta specialista, egyre inkább a mindennapi ember. A gazdasági mellett tehát a társadalmi innováció és transzláció is kiemelkedő jelentőségű az egyének és a népek boldogulásában, versengésükben, amit egyaránt meg kell értenie tudósnak, iparosnak, kereskedőnek vagy éppen politikusnak. Az is nyilvánvaló, hogy az állam feladatainak ellátása, a közrend, a közbiztonság, a közszolgáltatások, a nemzetbiztonság, az előnyös és megbecsülést hozó nemzetközi szerepvállalás és csak a tudomány és a technológia értő, gyors, hatékony, kritikus és felelős alkalmazásával biztosítható. Jó esetben a tudomány fontos szerepet kap a problémák, lehetőségek jelzésében, a politikai döntések előkészítésében és a döntések hatásainak ellenőrzésében. A politika mérlegel és dönt, a közigazgatás végrehajt, de a tudomány jelen van az előkészítés és a döntés minden pontján. A tudomány a politika és a közigazgatás világának jó kapcsolata és kölcsönösen előnyös együttműködése egy ország jólétének, fejlődésének és a váratlan kihívásokkal való eredményes megküzdésének alapvető feltétele.
Optimális esetben ez a kapcsolat kiterjed az ország meghatározó gazdasági tényezőire, széleskörű társadalmi támogatást élvez, ami kiszámítható, tervezhető viszonyokat teremt mind a közös, mind az egyéni célok eléréséhez. Ahogy ötvösék a maguk korában, úgy mi is nagy átalakulások korszakában élünk. Egyetérthetünk ötvössel, hogy alapja ez átalakulásnak azon befolyásban található, melyet napjainkban szellemi tényezők az államra és a társadalom minden viszonyaira gyakorolnak. A büszke jövendőlés, hogy a tudomány hatalom korunkban teljesült, legalább annyiban, hogy többé nincs hatalom tudomány nélkül. Ha már másfél évszázada ennyire egyértelmű volt a tudomány és a hatalom szoros kapcsolata, mit hozott ez az emberiségnek? Bizony áldást és átkot egyaránt. Miközben egymást követték a látványos sikerek, arra is rá kellett döbbennünk, hogy a tudomány nem minden alkalmazása előnyös az emberiség és környezetünk számára. A tudomány és a ráépülő technológiák segítségével az emberi méltóság súlyos sérelmét, szenvedést, megalázást, igazságtalanságokat, sőt az emberiség elleni súlyos bűnöket is el lehet követni, akár előre kitervelten, szándékosan és tervszerűen is. Az elmúlt másfél évszázadban az emberiség a tudomány és a technológia nyújtotta lehetőségeket, az életminőség javítása, a közjó szolgálata és a közérdek védelme mellett az elnyomás, a kizsákmányolás, a hatalmi vetélkedés érdekében is nagy mértékben kiaknázta. Környezetünk állapot romlása, az egyre aggasztóbb következményekkel járó klímaváltozás arra figyelmeztet, hogy a lét teljességének szem elől tévesztése, a közvetlen haszon túlzó hajszolása, még békés célok követése mellett is fejlődési zsákutcába vezethet, veszélyeztetve az emberi civilizáció és a földi élet fenntarthatóságát. A COVID-19 világjárvány kirabbanásának hatására a tudomány, a társadalom és a politika alkotás közötti általában rejtve maradó kapcsolatok is nyilvánvalóvá váltak. Példátlan módon nyomot követhető ma már a kutatók, az innovatív vállalkozások és a politikai döntéshozók kapcsolata, együttműködése és a tudósok részvétele a szakpolitikai döntéshozatalban. Mindenki számára ismert, hogy egyes tudósok, tudományos szervezetek hogyan foglalnak állást életbevágó kérdésekben. Sokszor még mielőtt a kutatói közösségen belül kialakult volna egy konszenzus. A tudósok a média állandó szereplői lettek, a politikusok pedig egyre gyakrabban a tudósokra hivatkozva magyarázzák meg döntéseiket a társadalomnak. Ezelől a tudós közösség nem térhet ki. Csak így felelhet meg a tudomány és a társadalom közötti társadalmi szerződésnek. Ugyanakkor ez a helyzet nem mentes a kockázatoktól sem. Veszélyt jelent a tudomány iránti közbizalomra, a kutatás szabadságára és integritására, a tudományos közösség belső kohéziójára nézve is. Ezeket a veszélyeket csak olyan tudományos közösség tudja kivédeni, amely átláthatóan működik, szilárd minőségi és etikai elveket követ, nyitott a tisztázó vitákra és álláspontját közérthetően, tárgyilagosan törekszik a társadalom és a döntéshozók elé tárni. A magyar tudományos közösség és a hazai közélet nagy előnye, hogy rendelkezik olyan nemzeti akadémiával, amely ennek mindenkor megfelelni igyekszik. A világjárvány megmutatta az alapkutatás nélkülözhetetlenségét is, és hogy a kutatásfejlesztés hatékony szervezése és megfelelő finanszírozása lenyűgöző eredményeket hozhat. Ugyanakkor az is beigazolódott, hogy a tudomány és a társadalom harmonikus kapcsolatának biztosításához új etikai megközelítésre van szükség. A pandémia kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy a tudományos kutatás és innováció az egyik fő módja annak, ahogyan a társadalom reagálhat a válságokra, olyanokra is, amelyek az egész emberiséget veszélybe sodorják. De vajon nekünk minden esetben válság, drámai végveszély érzete kell az adekvát tudományos szerepvállaláshoz?
racionális politikai cselekvéshez és a társadalom aktív alkalmazkodásához? Évtizedek óta tudjuk, hogy a földi élet fenntarthatósága érdekében komoly változtatásra van szükség, ahogy valójában az is nyilvánvaló volt, hogy bármikor bekövetkezhet egy pandémia. Mégis egyes tudósok kivételével mindenkit felkészületlenül ért. Évszázados történelmi tudásunk van arról is, hogy milyen szerepet játszik a tudomány és a technológia a hatalmi vetélkedésben, háborús konfliktusokban, és tisztában vagyunk ezek kockázataival. A tudósok, a politikusok és a magánvállalkozások kapcsolatának jelentősége látványosan megmutatkozott a pandémia során is. De vajon mi a szerepe ezeknek a kapcsolatoknak a fenntarthatósággal össze nem egyeztethető technikák preferálásában és a békét, biztonságot fenyegető tevékenységekben? Vajon hol a határ a jogos haszonszerzés és önvédelem, valamint a gátlástalan profithajszolás és a jogtalan hatalmi törekvések között? Ezek ellen mi nyújt védelmet? Mindez alapos elemzést, közös gondolkodást igényel. Ideje, hogy levonjuk a tanulságokat a járványból, és nyomasztó történelmi tapasztalatainkból, hogy válaszolni tudjunk napjaink legfőbb a tudomány szempontjából releváns kérdésekre. Milyen szerepet tölthet be a tudomány a most zajló és majdan bekövetkező válságokban? Tekinthetjük-e a világjárványt a jövőbeli gyakorlat kipróbálásának, amely segítheti az emberiséget, hogy helyt tudjon állni újabb válsághelyzetekben? Jöhet-e kedvező fordulat, áttörés az emberiség és az élő világ életében? Megváltozik-e a kutatások és finanszírozásuk gyakorlata, valamint a tudományok, a tudományos szervezetek és egyes tudósok társadalmi szerepe és felelőssége? Eötvös József bölcs és derülátó szavai szerint a tudósoknak a politikai küzdőtérre lépést elkerülve kell a kor és a társadalom követelményeinek megfelelni. Idézem. Azáltal, hogy mint a világító torony, mely a hullámok körén kívül áll, biztos fényét odaveti, ahol szükség van, hogy a vésztől hányatott hajók a biztos irányt el ne tévesszék. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt közgyűlés! Abban a különleges kiváltságban van részünk, hogy itt van velünk Avram Herskó, Herskó Ferenc professzor úr, akire ugyancsak példaképként tekintünk. Díszvendégünk 1937-ben született Karcagon. Családja sorsában drámai módon mutatkozik meg a totalitáriánus diktatúrák embertelensége. Családjával 1950-ben vándorolt ki Izraelbe, 1965-ben szerzett orvosi diplomát, majd PhD fokozatot a Jeruzsálemi Hebrew University Hadassah Faculty of Medicine-en, majd az Egyesült Államok több egyetemén kutatott, San Franciscóban és New Yorkban is. Felfedezéseiért 2000-ben Lasker díjat, 2001-ben Wolf díjat kapott, 2003-ban az Amerikai Tudományos Akadémia tagjává választották. 2004-ben Aaron Chickenauerrel és Irwin Rose-zal megosztva kémiai Nobel-díjat kapott az Ubiquiti Mediálta fehérje bomlás felfedezéséért. A tudományos kutatással máig nem hagyott fel. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat a közgyűlési díszelőadás megtartására. Tisztelt professzor úr, the floor is yours. President, Professor Freund, Vice Presidents, General Assembly of the respected Hungarian Academy of Sciences. As you just heard, I was born in Hungary, but I left when I was a child, so I won't be able to speak in Hungarian. I can understand it, but not to give a lecture.
So I'll give it in English. I hope it's all right. I would like to again to express my gratitude for inviting me to this wonderful place. So let me tell you about my work. I am working for quite a long time now on the problem of how proteins are degraded in cells. And for that, first I have to explain what are proteins, because there's a very mixed audience. So let me start. So proteins are the so-called machines of our body. Almost all the processes that we need for life are carried out by proteins. For example, proteins carry out the different chemical processes. The chemical processes. We have thousands of different chemical reactions in our body, which are all required for our life. And all these thousands of different chemical reactions are carried out by thousands of different proteins, which are called the enzymes. So we need many, many enzymes, because each enzyme carries out a certain chemical reaction. Then we need proteins for physical processes. For example, the working of our brain. There are all kinds of electric activities, physical activities, which are again carried out by proteins. The working of our muscles, it's the contraction of our muscles. That's a physical activity carried out by proteins. Then proteins are also regulators. They regulate the different things that go in our cells and in our bodies, like the division of our cells, like the development of the embryo, how an embryo develops from one cell, the fertilized egg, to be a whole organism. Of course, the proteins are also involved in the immune response. You heard about antibodies. We have thousands of different antibodies. Each antibody is neutralizing a certain invading organism, and we can do that because each antibody is a different protein that carries out its function and the neutralization of that invader. So we have many thousands of different proteins in our cells, and each of them has a specific function. Now, how can we have so many proteins? Here we have to know how proteins are made. Proteins are made of building blocks called the amino acids. The name is not important. The importance is to know that we have building blocks. Building blocks, and there are 20 of these building blocks, and they're combined with each other in the protein like beads on a string, and the lengths of a string can be several hundred or more amino acids that are tied together in that string of the protein. Now, the difference between the different proteins is the order in which the same 20 amino acids are arranged, order or sequence. So as you can imagine, the same 20 building blocks, if they are arranged in different orders, we can have thousands or many millions even of different sequences within a couple of hundreds of amino acids that are joined together. So that's how we can have so many proteins. Now, by having the same building blocks arranged in different sequences. But how do we know what sequence will be each protein? That information is provided by our genes, by the DNA. So DNA is the blueprint. It is the blueprint for to determine what will be the sequence of the gene, which is the certain protein that is made, and in what order will the 20 amino acids be joined together. And once the protein is made by the information carried out by the DNA, it folds. Oh, sorry, Mick. How do I get back, please? Oh, here. So once the protein is made, it folds to a certain shape. Each shape is determined by the sequence of amino acids in this protein, and the shape determines the sequence of the function of the protein. So that whole process that I said of combining amino acids to proteins based on the information in the DNA is called protein synthesis.
And when I started to work in science, it was just discovered how proteins are synthesized, how DNA gives the information, how it is regulated, how is a certain protein is turning on, turning off. So there was a huge interest in protein synthesis and in the regulation of protein synthesis. At the same time, it was known that proteins are not only synthesized, but they are also degraded. They are disassembled back to amino acids. But there was not much interest in that, so it looked very wasteful. Why should a protein be degraded after it's made? It looked very wasteful, and there was not much interest in it. Actually, whoever was interested knew that there are some important functions of protein degradation, and here are the two main functions. Some proteins lose their shape, their folding, it's very delicate. It can be lost very easily by all kinds of damages. And when the shape of the protein is lost, it becomes abnormal. And then the abnormal protein is not only not active, but also is toxic. It can kill the cells in which it is accumulating. So it's very important to recognize abnormal proteins and to remove them by protein degradation. So that's one important role of protein degradation. But there is another important role which acts on completely normal proteins, and that is to degrade regulatory proteins. So some proteins that regulate a certain process have to act for a very short defined period of time, and then they have to be removed. Imagine, for example, an orchestra. We can imagine the cell like a huge orchestra in which the thousands of proteins are the players, and they play in harmony, and then we have a symphony. Now, one of the players now gets up, let's say a trumpet, plays a tune, but then he has to stop. If he doesn't stop, he will ruin the symphony. So it's very important to stop. In the cell, it stops by degrading. It starts by making the protein, by synthesis. It stops by degrading the protein. So the trumpeter is being destroyed. So it's a quite drastic way to stop an action, but that's a very efficient way, and that's how things are regulated in cells. So when I was, as I said, a young postdoctoral fellow, by accident, I heard about protein degradation, and I thought that even though it's not much in general interest, I thought it's an important process. And I began to work on it, and I found that the degradation of proteins inside the cells requires energy. And that impressed me very much, because protein degradation outside the cell, like digestion, does not require energy. So why is energy required for protein degradation? And because of these reasons, I began to work on the problem of protein degradation and ask the questions, how are cellular proteins degraded in a highly selective and regulated mode? So how is one protein out of the many thousands of proteins is degraded at a certain time and the others are not degraded? How is this selected? It's called the selectivity. What determines this high selectivity of protein degradation? And then the second question was, why is energy required for the degradation of proteins, which I just discovered? And then I kind of combined that. I thought maybe energy is needed for selectivity. Sorry, I didn't turn off my cell phone. Okay. So why is energy needed for selectivity? And that thermodynamically it made sense, because we need energy to produce order. That is a thermodynamic principle. But how is that made? So I saw that these are very important questions, and then I began to work on the problem of how proteins are degraded in cells and why is energy needed for selectivity. And I began to work on it after I returned from my postdoctoral fellowship from San Francisco to Israel, to Haifa, assembled
a group of students who worked with me, a research assistant, and began to work on how proteins are degraded in cells. And I thought that the best way is to use a biochemical approach. In biochemistry, if you want to know how a complex system works, one has to open the cell to isolate the different components of the system, to characterize them how they work, and then to put them back together, and if it works again, you will know how the system works. I can liken it to a watch. If we want to know a mechanical watch, how mechanical watch works, we have to open up the watch, of course, very carefully. No, didn't turn it off. I thought I did. Sorry, sorry about that. Okay. So we have to open up the watch, we have to take out the different wheels and springs to find out how they look, and if we can put back the wings, the wheels and the springs, and the watch works again, then we understand how the watch works. That is the biochemical approach of taking apart a complex system and putting it back together. And that's what we wanted to know. And it took up a couple of years. And we first isolated one component of the system, which is a small protein. You called ubiquitin. It was called ubiquitin because it's ubiquitous. It's everywhere. It's in all cells in our body. But it was known, the presence of that protein was known before I began to work on it, but the function was not known. It was not known what is ubiquitin doing. And we isolated this small protein and identified it as ubiquitin, and we knew it is part of the system that degrades proteins in dependence of energy. So that was the first step. It was like isolating a wheel of that watch. So we knew the wheel is part of the machinery, but we didn't know how it works. But it was an important step forward because it allowed us to find out how the system works. So this is the structure of ubiquitin here. It's a small protein, only 76 amino acids. You don't see the amino acids, you see only the general shape. So, you see only the general shape. It is very compact, but it has one end that is flexible, and that's an important end because here, with that end, it gets bound chemically to the proteins that have to be degraded. So we found 2 years later that ubiquitin actually is bound by a strong chemical linkage to the protein that has to be degraded, and that is it actually is marking. It is a marking mechanism, the binding of ubiquitin to the protein that has to be degraded that targets it for degradation. So that was the main finding, and the following 10 years we worked on the details of this system, how the whole watch works, and I won't go into all the details, it's too technical, but basically we found that the ubiquitin-mediated protein degradation system is made of two parts. In the first part, the ubiquitin chain, ubiquitin is linked to the protein, so ubiquitin is linked to the protein, that is the first part. And then in the second part, the protein that is linked to ubiquitin is degraded by a big machinery called the proteasome. So in the first part, I won't go into all the details, but you can see the protein, that is this brownish thing, to which ubiquitin, that's the small circles is added, and then a chain is made in which each ubiquitin is bound to the previous ubiquitin. I don't want to go into the details, just wanted to point out two things. One, that a molecule called ATP is required for this process. ATP is the molecule that contains the energy in cells. So the binding of ubiquitin to the protein we found requires ATP, requires energy. And that is the answer to our first question. Why is energy needed for protein degradation?
Energy is actually needed for the linking of ubiquitin, for what happens before the actual protein degradation, for the marking. Because, and that now made sense, because to mark, you must make a chemical bond. To make a chemical bond requires the investment of energy. So we invested energy in order to have this marking process. And the second thing that I wanted to point out, that a certain enzyme, there are three enzymes that are involved, and the third one is the most important, enzyme number three, E3, because the third enzyme is the enzyme that recognizes to which protein a ubiquitin has to be linked. And now we know there are about 600 different E3 enzymes, and each E3 enzyme links ubiquitin to a different kind of a protein, but that it recognizes a certain structure in the protein. And that gives us the answer to the second question of what determines the high selectivity of protein degradation. The high selectivity is determined by the selectivity of the E3 enzymes that ligate ubiquitin to different proteins. And then, as I said, in the second part of the system, the protein that is now linked to ubiquitin is degraded by a structure called the proteasome. The proteasome is like a barrel into which the protein that has been linked to ubiquitin is stuffed inside. It's like a meat grinder, but a very sophisticated meat grinder, because only proteins that are linked to ubiquitin are being put inside that machine and are chopped up to small pieces. So that is what determines that only proteins that are linked to ubiquitin are degraded, because the proteasome will degrade only proteins that are linked to ubiquitin. So by that process, the protein is now chopped up to small pieces, and then from them to amino acids, and ubiquitin actually escapes the machinery intact, and it can be used again for binding to another protein and targeting it for degradation. So that was the basic biochemistry of the ubiquitin system that we found out. My students, myself, my collaborators, and at first only we were interested in, but gradually other people got interested, and I also began to work on the problem of what is this system doing in the cells, because until now we used model proteins, and we just used one certain cell in which we investigated the problem. So that is how I got interested in the roles of the ubiquitin system in cell division. And that is a diagram from a textbook of how the cell divides. It's called the cell division cycle. You can write it in a way of a cycle. It is a process in which the cell divides. It first grows, it begins better, it duplicates its contents, it duplicates its DNA, it has a double number of DNA, and then after it does all that, there is a phase called mitosis. In mitosis, the DNA that has been duplicated and packaged into chromosomes, now dividing, the chromosomes separate, and we have two new cells. And then if you have another cycle, the two cells turn to four cells, and so on. So that was known for more than 100 years, that cells are dividing this way. But it's not known what makes them to divide. And only recently it was found out that it is done by certain cell cycle regulatory proteins called cyclins. And cyclins are proteins that are raised, the levels of which raise and then decline at certain phases of cell cycle. There are several cyclins for each phase of the cell cycle, and to get into the cell, into that phase, the cyclin has to be made, it's synthesized, but to get out of that stage, cyclin has to be degraded. Otherwise, it cannot finish the first stage. So here, the levels of this cyclin go down, here the levels of the other cyclin go down, and all the degradation of cyclins is carried out by the ubiquitin system. So I got interested in that problem and asked what degrades cyclin, and I found out the ubiquitin ligases, as I said, the E3 enzymes are the most important, and why they are degrading ubiquitin or cyclins only a certain five times of the cell cycle, and what really controls cell cycle. And that's important. Cell cycle regulation is important
problem in biomedicine because cancer is due to the loss of control of cells, cell division. Cells divide when they should not divide. So there is a lot to do in the problem of how the ubiquitin system controls cell division. So as I said at the beginning, we were only the only laboratory who was interested in ubiquitin-mediated protein degradation. But afterwards, many other laboratories got interested, and it turned out that ubiquitin-mediated protein degradation is important in almost all basic cell physiology, almost all the processes that we need for to life or for the life of the cell. Ubiquitin-mediated protein degradation is involved, such as the control of cell division. I just mentioned that. Then we have what is called signal transduction. The signals from outside the cell, let us say, sensing what is in the proximity of the cell, what is the nutrients and all that, signals have to get from the outside to the inside, and the ubiquitin system is involved in that. It is involved in the regulation of the expression of genes. So genes are expressed as proteins only at when it is needed, and the ubiquitin system is involved of that, especially in genes that have to be expressed during inflammation, immunity. It is involved in the development of the embryo, in what is called apoptosis or programmed cell death. Sometimes a cell has to die for the organism to remain healthy. And that is also the ubiquitin system is involved. And of course, in all these are the degradations of regulatory proteins. As I mentioned in the case of cyclin, many other regulatory proteins have to be degraded at a certain times for the normal physiology of the cell cycle. And of course, protein quality control is also the removal of abnormal proteins remains an important function of ubiquitin-mediated protein degradation. Also, people who were interested in diseases found that the abnormalities in the ubiquitin system underline many diseases, such as many types of cancer are due to changes that involve the roles of the ubiquitin system in the control of cell division, and I'll talk a little more about that. There are some major neurodegenerative diseases, such as Parkinson's disease or Alzheimer's disease, in which are caused, at least to a great extent, by the accumulation of abnormal proteins in certain cells in the brain. So as I said, abnormal proteins normally are very quickly removed, but in some instances they are not removed, they slowly accumulate, and when they accumulate, they destroy the cells, and that is the reason for many cases of Alzheimer's disease and Parkinson's disease. The ubiquitin system is involved in certain kinds of mental retardation, in which there are some genetic changes in proteins involved in mental function. In muscle wasting, there is an increased degradation of muscle proteins, what is called cachexia, it's terminal cancer, or in many terminal diseases, it's a serious complication, and so on. So these are only selected examples, and the ubiquitin system is heavily involved in human disease. Now, how cancer is produced by abnormalities of the ubiquitin system? Normal cell division is due to a balance of proteins that stimulate cell division, called oncoproteins, and proteins that inhibit cell division. And proteins that inhibit cell division are called tumor suppressor proteins. Normally, there is a balance between the action of oncoproteins and of tumor suppressor proteins, so the cell divides only when it should divide. It doesn't divide when it should not divide. But in cancer, there is an imbalance. Either the oncoproteins go up too much, and there is a lot of stimulation of cell division,
or the tumor suppressor proteins go down. It's like a car. So to operate a car, you need a gas pedal, which will push the car forward, and the brake pedal that will restrain the car. And you only drive when you should drive, and you stop when you should stop. Now, when you push the gas pedal all the time, the car gets out of control. Or when you lose the brake, the car gets out of control. And many times it's both. It's both pushing the gas pedal and losing the brake. And of course, the cell that is pushing the gas is oncoproteins go up. Losing the brake is tumor suppressor proteins go down. And it happens at the same time, and that causes the uncontrolled rapid proliferation and division of tumor cells. Now, how is the ubiquitin system involved? That's because both the oncoproteins and the tumor suppressor proteins are in a rapid turnover. That is, they are made all the time, they are degraded all the time. And now, when there is a lack of degradation of oncoproteins, the oncoprotein is made, and it is not degraded, so its level goes up. So that happens in many human cancer. Or tumor suppressor proteins go up, and they degrade the tumor suppressor proteins. Also happens in many human cancers. So cancer can be caused by the lack of degradation of oncoproteins or by the too rapid degradation of tumor suppressor protein. So these are important facts regarding cancer biology, and because of that, the drug companies began to get interested in the ubiquitin system, in our basic research on the ubiquitin system, and began to develop drugs targeted against the ubiquitin system. And the drug that is already in use for several years is Velcade, or bortezomib proteasome inhibitor. There are also other proteasome inhibitors, and they are very efficient for the treatment of multiple myeloma, a bone marrow cancer. So that is a cancer in which cells that usually make the antibodies begin to be cancerous, and they are dividing, and they destroy the bone marrow, and that is a very bad disease, where many people died within a short time. With targeted drugs like the Velcade, which is targeted against the proteasome of these cells go into apoptosis, they die, and the patients can have many, many years of good quality life. So it is a drug that really gave a lot of quality of life to these patients. So for me personally, because my background is from medicine, it was very very satisfying to know that our work of many years, eventually it was turned into a drug that helps many, many thousands of sick people all around the world. And I would like to tell you that this work is not done by one person, it is a team of persons, and I was helped, and I would like to thank for many people who helped me for many years. In my lab at the Technion, I was helped by these people, including my wife, who is here, Judy Hershko, who helped me for many years, not only at home, but also at work. And parts of the work were done by graduate students, such as Aaron Chahanover, who was my PhD student during the discovery of the ubiquitin system, and for that he shared the Nobel Prize with me. And I was also glad to share the Nobel Prize with Irwin Rose, who was my host for sabbaticals at the Fox Chase Cancer Center in Philadelphia. Thank you very much for your attention. And if anybody wants to ask questions, maybe later on, I will be, of course, available. Yeah. Thank you very much for this illuminating lecture. Köszönjük szépen az előadást. És külön a lehetőséget, hogy a szünetben kérdezni is lehet majd professzor úrtól.
Bejelentem, hogy az akadémiai díjak átadása következik. A díjakat az akadémia elnöke, főtitkára és főtitkár helyettese adja át. A pandémia következtében elmaradt a 2020. évi akadémia aranyérem átadása, ezért elsőként ezt szeretnénk pótolni. Kérem, tekintsük meg a 2020. évi akadémiai aranyérem díjazottja, Kevicki László akadémikus pályafutását bemutató rövid filmet. Én Ráczkevén születtem, ott nőttem föl, ott jártam általános és középiskolába. Először fizikus akartam lenni, olyan fizika szakon, ahol én szerettem volna, csak Moszkvába lehetett volna, én azt nem mertem vállalni, úgyhogy végül, mivel az összes férfi ember a műegyetem mellett mérnök, én is azt az irányt választottam. Így kerültem a műegyetemre. Nem azon a tanszéken, ahol élve végeztem, hanem egy másik tanszéken, az automatizálásin. Az ottani tanszékvezető, mivel ott valaki disszidált, egy helyet hirdetett. A Csáki mindenkivel interjú volt, és engem választott. Életemnek ez egy nagyon fontos lépése volt, mert a Csákinak köszönhetem az én tudományos pályámat. A Csáki egy különleges egyéniség volt. A Csáki tanított meg engem a tudomány lényegére, arra, hogy csak nemzetközi tudomány van, és nagyon sokat segített abba, hogy már igen fiatalon kijussak a nemzetközi konferenciákra. A másik nagy hatás, ami rám igen pozitív hatással volt, az a szakmánk első embere, Carl Johan Ostöm, az egy svéd professzor volt, a Lundi Egyetemnek a tanszékvezetője. Ő arra tanított meg minket, hogy nem elég a diák-tanár viszony a tudományos eredményekhez, tudományos iskolát kell alapítani. Az egy közösség. Örülni kell egymás sikereinek, segíteni kell egymást ebből adódóan, hogy nekem alig van olyan cikkem, könyvem, hogy azt csak egyedül csináltam volna. Közösen csináltuk, és ennek nagyon örültem. A tudományos eredményesség szempontjából pedig azt hiszem, hogy az országban én voltam az első, aki az amerikai National Science Foundation-nal egy projektet először vezettem, aztán a US Army Research Office-szal a rendszerváltás utáni első projektet vezettem, és hát ezek olyan lehetőséget adtak, hogy egy tucat kollégát tudtam kiküldeni az egyetemről Amerikába. Kevicki Lászlót azóta ismerem, hogy az automatizálási tanszékre került a végzése után Csáki Frigyesnek a kutatócsoportjába. Nagyon gyorsan átlátta, hogy az automatizálás területén mik a fejlődési irányok. Ostrom professzornál Lundban töltött néhány hónapot feleségével együtt, és ott látta, hogy a kutatás akkor hatásos, hogyha iskola alakul ki, csapatban végzik a kutatók a munkájukat. És a tanítványaiból iskolát hozott létre, és csatlakoztam ehhez a kutatócsoporthoz. Laci nagyon gyorsan látta, hogy mik a tendenciák, és amikor én a kandidátusi értekezésemen kezdtem el dolgozni, javasolta, hogy váltsak témát, és foglalkozzam a predikciós irányítási algoritmusokkal, de gyorsan, mert a világban mások is kezdenek ezzel foglalkozni. Hát nagyon sokat tanultam tőle, hogy a kutatásban kitartónak kell lenni, az eredmények precízek legyenek, ki kell próbálni példákon, alkalmazásokon keresztül is. És Laci mindig örült a mások eredményeinek, és elősegítette ezt. Lelkesített minket, hogy vegyünk részt jegyzeteknek, tankönyveknek az írásában. 2019-ben meg is jelent a Springernél két kötetünk, a Control Engineering és Control Engineering MATLAB Exercises. Igen, sok példányban ezt világszerte megvették, és különösen a pandémia idején meglepően sok letöltés volt. Kevicki Lászlónak az egyik tanítványa vagyok, velem együtt dolgozik harmadéves koromtól egész mostanáig. Azért mentünk akkor hozzá többen, mert elhíresült, hogy
nagyon jól foglalkozik színvonalasan azokkal a diákokkal, akik hozzá kerülnek. A svéd tudományos kultúrából nagyon sokat hazahozott. Én akkor tanultam meg tőle a úgynevezett rendszeridentifikáció összes módszertanát. A svéd iskola volt a legerősebb, ez arról szól, hogy a mérés adatokból hogyan tudunk modellezni dinamikus rendszereket. Később ő a Stucky igazgatója lett, ahol a Stuckyt megújította, hogy tulajdonképpen hardware-orientált, alkalmazás-orientált, én többől akadt egy nagyon erős elméleti kutatással foglalkozó intézetet. Engem akkor hozott ide az irányítás elméleti csoport vezetőjének. Nagyon segítőkész volt, szigorú, tudományos értelemben nagyon korrekt, csak erős eredményeket lehetett publikálni, csak azokat ismerte el. Az a lehetőség, amit nekünk biztosított fiatal korunkban, hogy a világot bejárva, a nagyon szerény anyagi körülmények között, de mégis eljutottunk konferenciára, az egyedülálló volt, ami ezt a tudományágat így támogatta. Úgyhogy ezt köszönjük is neki, és azt, aki jelenlegi eredményeiben nagyon nagy mértékben az ő akkori szerepe, igazgatása, szakmai munkája játszott szerepet, és ezt most sikerült úgy gondolom valamennyire megtartani. Kevicki Lászlót 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1993-ban rendes tagjává és főtitkárává választották. 1999-től 2005-ig az MTA természettudományi alelnöke volt. 1991 óta a svéd, 2005 óta a Lengyel Tudományos Akadémia külső tagja. 2000-ben Gábor Dénes, 2004-ben Széchenyi díjat kapott. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át. 2015-ben életművéért a Technion Polák Distinguished Lecturer díjjal tüntették ki. A díjazottak több mint fele Nobel-díjas tudós. Eddig 600-nál is több tudományos közleménye jelent meg. 4 angol nyelvű könyv és számos jegyzett társszerzője. Az egyetemi évek alatt arra az volt a jellemző, hogy minden egyes tudományos fokozatot sokkal korábban értem el, mint ami általában a statisztika volt, ezért nem tudtak velem mit kezdeni. Azt mondták, hogy ilyen fiatalon, hát egy nem lehet professzornak kinevezni, mit csináljunk veled. Ezért volt nekem egy jó dolog, amikor Vámos Tibor áthívott engem a Stuckyba, 85-ben a intézet igazgatójának is kinevezték, mert a Vámostak teljesen mindegy volt, hogy hány éves voltam. Minden Kevicki szerette a szép nőket. Az én feleségemet is, egy nagyon csinos és szép lány volt, aki utánam végzett egy évvel. A mi együttműködésünk egy nagyon különleges együttműködés volt. Én még mind a mai napig, valahogy a adottságim adódom, legalább 10-szer gyorsabban dolgozom, mint a fiatalabb kollégák. Ebből adódóan becsúszhat hiba a munkákba, Csilla pedig hihetetlenül precíz, rendkívül pontosan dolgozik, és ez egy jó együttműködés volt életünk folyamán, és az egy nagyon fontos dolog volt, hogy a világot körbejárhattuk, mert állandóan hívtak minket, sokszor egyedül, sokszor közösen, konferenciákra, egyetemekre, mindenféle külső helyekre, ezt én nagyon fontosnak tartom. Az ismerkedésünk az a Budapesti Műszaki Egyetemen történt, a tudományos diákköri mozgalom keretében. Itt már feltűnt, hogy egy nagyon széles érdeklődési körű és alapos tudású valaki kitűnt az összes egyetemi társ közül, és aztán a közös érdeklődési kör, a együtt végzett munka, és hát a szimpátia végül abban végződött, hogy 70-ben össze is házasodtunk. Hát küzdelmes időszak volt ez az 52 év, az biztos, de ugyanakkor egy nagyon örömteli dolog úgy a munkában, a szakmai munkában, mint pedig hát amit az élet hozott a sok együtt töltött nagyon csodálatos élményben. Én 69-ben kerültem ide a Stuckyba, úgyhogy azt hiszem ilyen idős ember nem is létezett itt az intézetben soha. Én pedig hát még hál' Istennek mindez idáig tudom folytatni a munkát. Mai napig együtt dolgozunk, és hát mindenben próbáltuk így segíteni egymást. Az öregkori fizikai romlás problémáival az érdekünk is meg kell küzdeni,
de most pedig a gyerekeink, valamint az unokáinknak a derűje, meg a szeretete az ezeken nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy belőlük merítünk még erőt. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon erősnek kell lenni az elméletbe, és ha csak lehet, elvinni az alkalmazásba, ameddig lehet. Akkor tudjuk kipróbálni, hogy mennyire jó az az elmélet. Egyébként a diákjaimnak azt szoktam még mondani, hogy legyetek kíváncsiak, legyetek kitartóak. Ha egy pályázatot nem fogadnak el, szorítsd össze a fogadat, majd a következőt elfogadják. Azt is szoktam még hozzátenni, hogy ha a pénzt választod, akkor ne a tudományt válasszad. Én 18 évig laktam albérletben. A végén már 15 négyzetméteres szobába, két gyerekkel, a feleségemmel, már nemzetközileg ismert kutató voltam, még mindig ott laktunk. És hát jó néhány diák ennek ellenére ezt az utat választotta. A tudományiskola szempontjában még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ez nagyon fontos. Örülni kell egymás sikereinek. És miért baj az, hogyha most ő kap egy díjat, vagy a másik kap, vagy az ő cikkét fogadják el? Ez az, amit én Magyarországon hiányolok, és rendkívül fontosnak tartok. Kevicki László, az Akadémiai Aranyérem 2020. évi díjazottja. Szeretném megkérni Frany Tamás elnök urat, Kollár László főtitkár urat és Erdei Anna főtitkár helyettes asszonyt, hogy adják át Kevicki László számára az akadémiai aranyérmet. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a 2020. évi akadémiai aranyérmet Kevicki Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorának adományozza, az irányítás elmélet és alkalmazásai terén, valamint az ipari folyamatok és rendszerek automatizálásában elért eredményeiért, a hazai rendszer és irányítás elméleti kutatási kultúra kialakításáért, nemzetközi tudományos életbe való integrálásáért, iskolateremtő munkájáért. Szeretném megkérdezni a díjazottat, hogy kíván-e szólni. Kérem a pulpitushoz, fáradjon. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! Köszönésképpen néhány gondolatot szeretnék elmondani. Nevezetesen két nem túlságosan ismert, de általam nagyon kedvelt idézet közé, ez az első. Egyetlen egy diát fogok berakni, ami az én filozófiámat mutatja. Mérnök emberként a hármas egység, mert a háromlábú szék a legbiztosabb tákolmány, amit egy mérnök ismer, ez az én filozófiám. A jobboldali oszlopban van három csoda,
erről elnök úr is szólt. Kérem a tagtársainkat, hogy segítsetek megmenteni ezt a három csodát utódjaink számára. A középső oszlop filozófiámnak az a tényezője, amire most nem fogok foglalkozni, Magyarországon ez nagyon lényeges, hogy a történelem függvényében szeretetünket a haza, a család és saját magunkkal foglalkozunk. A baloldali oszlop, ami akadémián a legfontosabb. Mivel már öreg vagyok, a tanulásra nem fogok foglalkozni, de az alkotás és a tanítás vonatkozásában nagyon gyorsan bemutatom, hogy lehet egy háromlábú széket itt csinálni. Alkotással kapcsolatban 5 évvel ezelőtt írtuk meg utolsó tudományos könyvünket. A filmben is lehetett ezt látni. Lényegében beleraktuk az eddig elért eredményeinket, nagyon magas színvonalú, csak a kutatóknak, professzoroknak, szakmabelieknek szól. Ennek ellenére nem 1-2 tucattal, hanem 100-ával vették a Pergamon Pressnél megjelölt könyvünket. Nem nagyon értettem, azt hittem, hogy a belerakott szlogen miatt, ami azt jelenti, hogy aki tudja, írja, aki érti, az olvassa. De nem biztos, hogy ezért, ez már egy óriási számot jelent. Akkor azt gondoltam, hogy kéne valamit a fiataloknak, a diákjaiknak, egyetemi hallgatóknak is adni. Ez is szerepelt a kis filmünkbe, ezért megírtuk, és 2019 végén jelent meg a Springer-nél a Control Engineering és Control Engineering and MATLAB Exercises 2 kötetes egyetemi jegyzetünk. Ez 2020-ban volt ugye az az év a Covid miatt, ami miatt nem volt helyszíni oktatás sehol a világon, csak online, remote, ez volt. És az elmúlt év közepén hívott minket a Springer, hogy hát kérem szépen, a statisztikai elemzés alapján ilyen még nem volt, az ön könyvüket közel 2,5 millióan töltötték le, 2480 valamennyi, nem tudom teljesen pontosan. Ez annyit jelent, hogy az egész világ ebből tanul. Én nem akarok vitát nyitni arról, hogy melyik a komolyabb értékelés, az érdeklődés jelentő hivatkozás, vagy a valódi igényt jelentő megvásárlás és a letöltés. De köszönöm világ, köszönöm fiatalok, ez engem bizony nagyon meghatott. Végezetül, hogy itt a két lábhoz még egy harmadik lábot hozzárakjunk, tisztelt akadémia, napra pontosan 1 hónappal ezelőtt voltam 77 éves. A legszebb születésnapi ajándék, amit a akadémiáról kaphattam, az akadémia aranyérem, ami a magyar tudományon belül a legnagyobb elismerés. Köszönöm, akadémia, nem vagyok elégedetlen. Köszönöm szépen, professzor úr, szívből gratulálok az elismeréshez. Ünnepi ülésünk a 2022. évi akadémiai aranyérem átadásával folytatódik. Kérem, tekintsük meg a 2022. évi akadémiai aranyérem díjazottja, Szemeredi Endre akadémikus pályafutását bemutató rövid filmet. Szemeredi Endre 1940-ben született Budapesten. 1965-ben az ELTE természettudományi karának matematikus szakán szerzett diplomát, majd az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársaként kapott állást. 1967 és 1970 között levelező aspiráns volt Moszkvában Iszrail Mojszejevics Gelfannál. 1970-ben védte meg Moszkvában a matematikai tudomány kandidátusi, később Budapesten akadémiai doktori címét. Az MTA matematikai bizottságának lett tagja. Az általa megalkotott Szemeredi tétel a tudományos közélet élvonalába emelte. Első megközelítésben azt mondhatnánk, hogy diszkrét matematika területein dolgozom. A diszkrét matematika véges objektumokkal foglalkozik, valóban véges tárgyak, véges alakzatok összefüggéseit és így tovább vizsgálja. Míg a folytonosnál
hogy azt úgy valahogy az iskolában is már kialakult bennünk, hogy mi az, hogy folytonos. Ugye majdnem minden függvény, amivel foglalkoztunk, az folytonos. Nekem leginkább az tetszik, hogy a szemirendom módszer kidolgozása. Először valami véletlenet csinálunk, valamit utána nem véletlenül, hanem determinisztikusan, aztán megint véletlenül, és így tovább ezek váltakozzák egymást ezek a gondolkodási módok. Én ezt szeretem legjobban. Ez nem jelenti azt, hogy még a korai munkám a számtani sorozatokról a foglalkozó munkáim ne tetszenének, de a későbbi jobban szeretem. Lehet, hogy tévedek, és valóban a számtani sorozatokról a kapcsolatos tételem az, ami talán legfontosabb, ha egyáltalán fontos. Turán Pál professzor úr nem csak óriási matematikus volt, aki hát sok mindent kezdeményezett, hanem talán az egyik legjobb, nekem legalábbis a legjobb tanárom volt. Nekem ő volt majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a mentorom, mert nélküle nem biztos, hogy a matematikus szakot választottam volna. Aztán később másokkal is dolgoztam, már amikor megkaptam a diplomát Erdős Pál professzor úrral, Hajnal András professzor úrral és másokkal, de ők ketten, és hát az Turán professzor úr, ők, akik a legnagyobb hatást gyakorolták rám, és még mindig hálásan gondolok vissza rájuk. A 80-as évektől különböző amerikai egyetemeken volt vendégkutató, vendégprofesszor. 1982-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben pedig rendes tagjává. 1990-ben a Rutgers Egyetem számítógéptudományi tanszékén kapott egyetemi tanári megbízást. 2010-ben az Amerikai Nemzeti Akadémia tagjává választották. Akadémiai tisztségei mellett a Bujai János Matematikai Társulatnak, valamint több szerkesztőbizottságnak is tagja. Az elmélet, van egy problémája, vagy egy elmélet, amit nagyon sokszor csak önmagáért kezd el. Tehát nem azért, hogy majd ennek későbbiek során alkalmazása lesz, hanem a probléma érdekessége, vagy a szépsége, esztétikuma miatt kezd el foglalkozni. De valamilyen általam még igazán nem megértett folyamat miatt nagyon sokszor a teljesen elméletének látszó eredmények jó néhány év után, 10-20 esetleg 30 év után nagyon komoly alkalmazást nyernek. Nem kell azonnal számon kérni, hogy most éppen még nincs alkalmazása, hanem el kell fogadni, hogyha a matematikus társadalom, ez egy rossz szó, egészét nézzük, akkor amit ők produkálnak egységesen, azoknak nagyon komoly haszna van. És hát nagyon sok tudományágban már azért a matematikát használják, nem csak a gondolkodás mondját, hanem a tényleges eredményeit is. 2008-ban megkapta a Leroy P. Steele díjat, az Amerikai Matematikai Társulat legrangosabb elismerését. Ugyanebben az évben Rolf Schock díjat is kapott. 2012-ben a Nobel-díjjal egyenértékűnek tekintett Abel-díjat vehette át. 2012-ben Széchenyi díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban az Európai Kutatási Tanács Advanced Grant pályázatának nyertese lett. 2020-ban a legmagasabb állami kitüntetést a Magyar Szent István rendet vehette át. 2021-ben Neumann János professzori címet kapott. Több külföldi akadémia tagja és több egyetem díszdoktora. Szemérédi Endre munkássága a kombinatorika és a számítástudomány területén kiemelkedő, regularitási lemmája, ami ugye a 70-es években jelent meg, az egészen új területet és egészen új irányokat nyitott. A 2012-ben ezt ismerték el aztán Abel-díjjal. Az én kutatási területem egy kicsit messze esik ettől, de az én pályafutásomban is sorsdöntő volt Szemérédi Endre szerepe. Segített abban, hogy az akkor még Magyarországon ki nem épült doktori program helyett Amerikába tudtunk menni, és ott iratkoztunk be doktorandusznak, és aztán ott is szereztük meg a PhD-nket. De az Endrével való kapcsolat messze túlnyúlt
a matematikai kapcsolaton, nagyon sokat tanultunk tőle. A családja mindig az első volt számára, a gyerekek, a felesége, akkor már unokák, és ez mindannyiunknak példaértékű volt. Sok más közös témánk is akadt persze, nagy rajongója a sportnak, különösen a tenisz és a futball, úgyhogy erről végtelenségig lehet vele beszélgetni. Fantasztikus a memóriája. Olyan lexikális tudása van, amivel nehéz versenyezni. Ha valamit üzenhetnék a, úgynevezett, a jövő nemzedékének, tehát azoknak, akik nálam jóval fiatalabbak, és még előttük áll, ugye a munkásságunknak a nagyobb része, hogy továbbra is foglalkozzanak a matematikával. A matematika az gyönyörű, a matematika hasznos, és a matematika igen esztétikus, és a matematika élvezetes. Tehát ha lehetőségük van rá, akkor mindenképpen folytassák az eddigi utat, próbálják az eredményeket továbbfejleszteni, ismerkedjenek mások eredményével, és aztán ezt talán együtt is dolgozzanak, amennyire ez lehetséges. Szemerédi Endre, az Akadémiai Aranyérem 2022. évi díjazottja. Megkérem Frany Tamás elnök urat, Kollár László főtitkár urat és Erdei Anna főtitkár helyettes asszonyt, hogy adják át Szemerédi Endre számára az akadémiai aranyérmet. Köszönöm. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a 2022. évi akadémiai aranyérmet Szemerédi Endrének, az MTA rendes tagjának, Abel-díjas matematikusnak, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszor emeritusának adományozza, a kombinatorika, számelmélet és elméleti számítástudományok területén elért kimagasló eredményei, valamint a 20. századi matematika csúcs teljesítményei közé tartozó, róla elnevezett Szemerédi tétel és regularitási lemma elismeréseként. Kérdezném a díjazottat, bocsánat, hogy kíván-e szólni. Átadása következik. Az akadémiai díjat a magyar és az egyetemes tudomány által elismert és nagyra becsült kiemelkedő tudományos tevékenységükért kapják a tudósok. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként akadémiai díjban részesíti Békés Csaba Jánost, az MTA doktorát, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet kutatóprofesszorát, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, 2019-ben megjelent Enyhülés és emancipáció, Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika
1944-1991 című nagy monográfiája elismeréseként, amely nemzetközi viszonylatban is figyelmet kiváltó szintézis, több tekintetben újraértelmezi a hidegháború és az enyhülés dinamikáját, valamint a szovjet blokk és benne Magyarország szerepét a kelet-nyugati viszony és a nemzetközi politika rendszerében. Budai Tamást, az MTA doktorát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, hazánk földtani felépítésének megismerése érdekében végzett munkájáért, Magyarország geológiai viszonyait bemutató alaptérképek megalkotásában játszott meghatározó szerepéért, a Dunántúli középhegység szerkezeti felépítésének megismerése terén elért számos új tudományos eredményéért, valamint kiemelkedő szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként. Farkas Etelkát, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem szervetlen és analitikai kémiai tanszék professzor emeritáját, a magyar kémiai kutatások nemzetközi elismertségének öregbítéséért, széleskörű és eredményes nemzetközi együttműködések kialakításáért, valamint kiemelkedő kutatói, egyetemi oktatói munkájáért, iskolateremtő tevékenységéért és példamutató szakmai közéleti aktivitásáért. Fertő Imrét, az MTA doktorát, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatóját, tudományos tanácsadóját, a hazai agrárgazdaságtanban végzett több évtizedes, meghatározó jelentőségű kutatói és oktatói munkássága, valamint a közgazdaságtudományban folytatott tudományszervezői és intézetvezetői tevékenysége elismeréseként. Hegedűs Attilát, az MTA doktorát, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézet Növénybiotechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, a gyümölcsfák és gyógynövényfajok nemesítését szolgáló molekuláris markerezési eljárások kidolgozásáért, nemesítési alapanyagok tesztelésére és fajták azonosítására való alkalmazásukért, valamint az általa feltárt
genetikai variabilitás elismeréseként, amelynek alapján egyszerre nyílhat lehetőség az eltűnőben lévő régi gyümölcsfajták megmentésére, az új fajták nemesítésének támogatására, és mindezek újszerű gazdasági hasznosítására. Janszki József Vladimírt, az MTA doktorát, klinikai neurofiziológust, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinika igazgatóját, egyetemi tanárát, az agyi képalkotó eljárások neuropszichiátriai kórképekben való alkalmazása, az alvás medicina és epileptológia terén végzett kutatásaiért, annak igazolásáért, hogy fejlődési rendellenességek részt vesznek az agy fiziológiás működésében, valamint nem csak morfológiai károsodás, hanem olyan funkcionális faktorok, mint az epilepsziás aktivitás és az aszimmetrikus kézhasználat képesek megváltoztatni a féltekei dominanciát. Továbbá annak kimutatásáért, hogy az epilepsziás működészavar átrendezi a memória és beszédszerveződés agyi reprezentációját. Kutatásai alapján elkerülhetők az epilepszia műtétek utáni beszéd és memóriazavarok. Jármai Károly Gyulát, a műszaki tudomány doktorát, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kar egyetemi tanárát, az innovatív járműipari, gépészeti, energetikai tervezés és technológiák kiválósági központ vezetőjét, kiemelkedő iskolateremtő oktatási, hazai és nemzetközi kutatási tevékenysége, valamint a fémszerkezetek, hegesztett szerkezetek optimális méretezése területén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként. Szegedi Balázs PhD-t, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársát, a matematika több területén, többek között a gráflimeszek elméletében és a magasabb rendű Fourier analízisben elért kiemelkedő eredményei, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, hazai alapkutatásokban betöltött vezető szerepe elismeréseként. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként
megosztott akadémiai díjban részesíti. Benkő Eleket, az MTA levelező tagját, az MTA doktori tanácsának elnökét, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet ókori, népvándorláskori és középkori régészeti osztály kutatóprofesszorát, Sándor Klárát, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet, Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanárát, és Vásári Istvánt, az MTA rendes tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Török Filológiai Tanszék, professzor emeritusát, a Székely Írás Emlékei, Corpus Monumentorum Alphabeto Siculo Exaratorum című magiszteriális könyvük elismeréseként, amely hosszabb időre a székely írás további kutatásának mérvadó kiinduló pontja és nélkülözhetetlen forrása lesz. Gál Pétert, az MTA doktorát, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos tanácsadóját, a Szerkezeti Biofizika Kutatócsoport vezetőjét és Pál Gábor PhD-t, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biokémiai Tanszék egyetemi docensét, az irányított fehérje evolúció kutatócsoport vezetőjét, a patogén mikroorganizmusok elleni védekezés molekuláris hátterének jobb megértéséért, valamint olyan betegségek gyógyítását szolgáló nagy horderejű tudományos felfedezéseikért és kutatásaikért, amelyekben a komplementrendszer kóros működése meghatározó szerepet játszik. Ilyen például a szívinfarktus, a stroke és a COVID. Maria Lugaro PhD-t, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársát, lendület és IRC csoportvezetőt, és Gyürki Györgyöt, az MTA doktorát, az Atommag Kutató Intézet tudományos tanácsadóját, a csillagok belsejében lezajló elemszintézis modellezése és a releváns atommag fizikai mérések terén elért nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeik, valamint a nukleáris asztrofizikában folytatott iskolateremtő munkásságuk elismeréseként.
Szeretném bejelenteni, hogy most a 2022. évi akadémiai újságírói díj átadása következik. A Magyar Tudományos Akadémia az akadémiai újságíró díjjal ismeri el a sajtó munkatársainak a tudomány közgondolkodásban betöltött szerepének erősítésért végzett tevékenységét. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréseként akadémiai újságírói díjban részesíti Pető Tibort, a Magyar Hang heti lap újságíróját, a történelmi ismeretterjesztés terén kiegyensúlyozott szakszerűséggel és a demokrácia melletti elkötelezettséggel végzett több évtizedes újságírói tevékenysége elismeréseként. Zoltán Gézát, szabadúszó tudományos újságírót, kiváló tudományos ismeretterjesztő munkájáért, földmegfigyelési és földtudományi vonatkozású cikkeiért, amelyek nagyban hozzájárulnak a földtudomány legérdekesebb eredményeinek széleskörű megismertetéséhez. Átadása következik. A Varman Mór adományából létesített díjjal a Magyar Tudományos Akadémia a hazai gazdasági élet kiválóságai érdemeit jutalmazza. Az intézménye kitüntetést azzal a szándékkal újította fel, hogy a tudomány és a kutatásfejlesztés támogatásában kimagasló érdemeket szerzett személyek munkáját elismerje és példává tegye. A Magyar Tudományos Akadémia 2022-ben Varman Mór érmet adományoz ifjabb dr. Béres Józsefnek, a kémiai tudomány kandidátusának, a Béres Gyógyszergyár ZRT elnökének, a családi vállalkozás egy jelentős kutatásfejlesztési kapacitást felmutató, dinamikusan fejlődő vállalattá alakítása, az egészségvédelem, a betegségek megelőzése és leküzdése terén nyújtott sokoldalú vezetői, kutatói és gyógyszerfejlesztői munkássága, valamint a Béres Alapítványon keresztül végzett jótékonysági és kulturális tevékenysége, illetve a tehetséges fiatalok ösztöndíj programmal való támogatása elismeréseként. Az Akadémia a külhoni magyar tudósok munkájának jutalmazására, elismerésére alapította az Arany János életműdíjat, amelyet 2004 óta évente egy alkalommal ítélnek oda azoknak, a nem magyarországi tudósoknak, kutatóknak,
akik életük során kiemelkedő tudományos eredményeket mutattak fel. A Magyar Tudományos Akadémia 2022-ben Arany János életműdíjat adományoz Bodor Miklósnak, az MTA külső tagjának. A legendás magyar gyógyszerkutató Richter Gedeon eredményeihez mérhető gyógyszerfejlesztési eredményei elismeréseként a mai gyógyszertervezés egyik alapvető és világszerte alkalmazott módszere, a kvantumkémiai modellezési módszer, valamint a lágy gyógyszerfejlesztés elveinek kidolgozásáért, amelyek nagyságrendekkel képesek növelni a gyógyszerek terápiás indexét. Gyógyszereit több mint 100 millió alkalommal írták fel betegek kezelésére. Bodor Miklós kimentését kérte, helyette a díjat fia, ifjabb Bodor Miklós veszi át. Gratulálok a díjazottaknak, köszönöm a vezetőinknek a díjak átadását, és megkérem az elnökség tagjait, foglaljanak helyet itt az asztalnál. Ünnepség befejezéseképpen kérem, hogy a szózatot közösen énekeljük el.